Sok-sok szeretettel köszöntelek Szexádon, a Fitke Stúdió karanténjába. Kerát Henrietta vagyok edző, és beköltözök az önök otthonába, igaz csak virtuálisan. Ha megengedik, akkor innentől kezdve, mint sportársakat, nem magázni, hanem tegezni fogom. Így egyszerűbb lesz. A koronavírus járványra való tekintettel ugye beszorultunk a négy fal közé, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is elég szűkös körülmények között mozgunk. Nagyon fontos lenne, hogy a mindennapi mozgást beiktassuk ezekbe a napokba, hiszen nem csak hogy stresszoldó, hanem a szorongásunkat is nagyon-nagyon könnyedén tudjuk vele elűzni. Nagyon jó lehetőség. Apukák, anyukák, gyerekek, nagypapák, nagymamák, nemtől, kortól függetlenül, bárki. Gyertek és tartsatok velem! Ne várd meg azt, hogy majd holnap elkezdem. Még ma kezd el. És azzal se törődjél, hogy ki mit mond. Bízz magadban, bízz bennem. Mert te és én, mi ketten, mint egy csapat, sőt, mint egy közösség, elérhetjük a céljaidat. De ehhez az kell, hogy most felállj a székből, és gyere velem. Győzzük le ezt a vírust, erősítsük meg az immunrendszeredet, minden egyes nap más-más edzésprogrammal foglak várni benneteket itt, a Tolnatáj Televízióban. Szeretettel köszöntelek a mai alapformáró blokkunkba. Ma a talajon fogunk feladatokat megoldani, de előtte természetesen bemelegítünk, mert a bemelegítés nem maradhat el. Hintával 20 párosan a váll. Vállkör hátra. Megy oldalra a kar. Közben húz a sarok. Marad oldalsóba a kéz. Üt a tér. Még egy-egy. Figyelj, föntről húz. Elől érint a sarok. Aki akar egy kis táncmozdulatot is nyugodtan rakhat bele, lehet a csípőt is ringatni. Oldal, oldal, nyit a kar. Figyelj, marad a terpesz, fordulsz oldalt, fordít a törzs. Érint a térd, törzsdöntések oldalra. Marad oldalsó középtartásba a kéz, súlyát helyezéssel. Egyik lábról a másikra. Átrakod a súlypontodat. Megy a kar is, ellentétes, boka érint. Középen megállítod, pici. Nyolc darab guggolás, és megyünk le a talajra. Az oda készített polifómodra, vagy törölközödre, vagy szőnyegedre, hanyat fekvésbe elhelyezkedsz. Kis terpezben a láb, sarok lent van egyelőre, jó? Emeled a csípődet, és szorítod a fenekedet. Lent és fönn. Nyolc ismétlést csinálnak a kezdők.
Haladók pedig különböző szorzókat alkalmazva emelik az ismétlés számot. Csak tart! Pici, pici! Emel a csípő, pici! 16 ütem! Csak tart! Összezárod a térdedet, alul még terpesz van, ínyed mellett le föl a csípőt, és közben szorítod a feneked. Csak tartod. Nyit, zár a térd. Jó, ragd le. Emeld meg mind a két karodat, szembe összenéz a tenyér. Sarkadról indítod a mozdulatot, emel a csípő. Fönn, tart, lerak. Fönn, tart, lerak. Szuper jó, csináld. Nincs kifogás. Nem fájhat a derekad, nem fájhat a hátad, hiszen ki van támasztva. Csak az akaratod kell hozzá, és te. Én itt vagyok, és segítek. Csak tart! Pici! Ha nem megy sarokról, nyugodtan ragd le a talpadat, jó? Ha bekörcsöl hátul a combizomod, akkor nyugodtan ragd le a talpad. Csak tart! Zár, nyit. Ugye most elismételjük azokat a mozdulatokat, amit az előbb teli talpon. Jó, ragd le, engedd le a karodat. Megyünk oldalfekvésbe. Elhelyezkedsz kényelmesen, az alsó láb teljesen mindegy, hogy milyen pozícióban van. Fölüllevő lábfej visszafeszítve, emel. Csak tart. Picik jönnek. Megint tartod. Közben az alsó lábadat, és már a felsőt is derékszögbe felhozod. Tehát törzs, comb, lábszár, minden derékszöget zár be. Emel a láb. És közben mosolyog, mert mozogni jó. Hidd el, hogy nagyon jó stresszoldó, feszültséglevezető, nem beszélve boldogsághormonokat termel, úgyhogy már csak ezért is érdemes. Csak tart, figyelj, nyújt, hajlít, csak a lábszár, comb nem mozdul. Nagyon jó. Visszajössz középre, és megismételjük a másik oldalon ugyanezt. Emel 8 darab. Kicsit megtart. Pici. Tart. Hozod derékszögbe a felsőt is, és jönnek az emelések. Megtart, nyújt, hajlít, tartsd a combodat. Nagyon jó. Felülünk, megyünk tovább. Négy kézláb, emeljük ki egyik lábunkat oldalra, jó? Figyelsz itt is a derékszögre, vállal alatt a kéz, egyenes tartás, és megy ki oldalt. Ha esetleg így nem kényelmes, akkor nyugodtan alkarról is folytathatod ezt a feladatot. Ha megvan a 8, innen tolunk 8-at. Föl! Föl!
fönn megtartod. Nyújt, hajli. Megint nem mozdul a comb, csak a lábszár. Megismételjük a másik oldalra. Nyolcat emel kifele. Toll nyolc. Nagyon szépen dolgoznak a farizmok. Kicsit tart, és a nyújt hajlít. Ráülsz a sarkadra, lerakod a homlokodat, és megnyújtózol. Mind a két oldalra kienged a fenék. Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. Háromszor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztben magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!